Báb előadás, koncertek és kiállítások, mindeközben egészen évfélig látogatható múzeumok és tárlatok. Ezt kínálja a június 18-ára meghirdetett múzeumok éjszakája. A kultúrát és a múzeumokat népszerűsítő rendezvényt immáron negyedik éve rendezik meg városunkban. 4 évvel ezelőtt négyen tudtunk összefogni. Az első évben mindezesen 4 szervezet csatlakozott, mára már 15 tagúra nőtt a szervezői gárda. Spányi Antal megyéspüspök kifejezetten örül annak, hogy 2011-re ennyien össze tudnak fogni a kultúra népszerűsítésének ügyéért. Nagyon örülök annak, hogy az, ami kicsiben indult, tulajdonképpen mára úgy felnőtt és úgy megerősödött, hogy ma már, ha valaki szeretné az összes helyszínt végiglátogatni, akkor be kell látni, hogy ez lehetetlen. Mindenképpen kiemelkedő helyszínt a Székesfehérváron. Országosan is egyedülálló a székesfehérvári kulturális intézmények összefogása, hiszen a város 20 helyszínén 15 szervezet biztosít majd programokat az érdeklődőknek. Ezért is számít arra a város vezetése, hogy más városokból, illetve Budapestről is ide tudnak majd csábítani látogatókat június 18-án. Időpontban eltértünk az országos rendezvényidőponttól, pont azért, hogy megnyadjuk a lehetőséget másoknak, hogy ide jöjjenek Fehérvárra, illetve a fehérváriaknak, hogy a más az ország különböző pontjain tartott rendezvényekre el tudjanak menni. A programokat a Székesfehérvári Turisztikai Kft. Koordinálja. Ők folyamatos információval szolgálnak majd a Városháztérre kihelyezett standjuknál a rendezvény ideje alatt, és azt megelőzően is. Náluk lehet megvásárolni azt a 200 forintos karszalagot is, mely belépőként szolgál a múzeumok éjszakája összes rendezvényére, illetve menetjegyként is használható a programok ideje alatt a város helyi buszjáratain. Egyetlen karszalag megvásárlásával lehetőségük lesz valamennyi kiállítóhelyre és programra ellátogatni, ezen kívül buszjáratokat ingyen használni, és külön kiemelném, hogy a Fehérváron kívüli helyszínekre is ingyenes buszjáratok vehetők igénybe ugyanezzel a karszalaggal. A www.múzeumok.székesfehérvár.hu honlapon mindenki bővebb információt talál a múzeumok éjszakája programjairól. A szervezők mindenkinek jó készülődést kívánnak a június 18-ai programokra, és egyben üzenik, ők már készen állnak.